mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a felelkeddel. Kedves testvéreim, mai napon Szent Őrangyalok emléknapja van. Kérjük mi is az őrangyalainkat, hogy vezessenek az útjainkon, akármerre járunk, akármit csinálunk, akármivel foglalkozunk, hogy az Isten jelenléte mindig ott lehessen a közelünkben. Aztán egykor, ha majd eljutunk az örök boldogságba, akkor mi is úgy tudjuk áldani és magasztalni az Istent, mint ahogy most teszik az angyalok. Ezt a Szent Misét élő Rudolfért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat léteztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok véletlen Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a kivonulás könyvéből. Ezt mondja az Úr. Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam. Tiszteld őt, és hallgassa szavára, ne ellenkezzél vele, mert nem bocsátja meg, ha vétkezel, mivel az én nevem van benne. De ha hallgatsz a szavára, és megteszel mindent, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és szorongatója leszek szorongatóidnak. Akkor angyalom előtted fog járni. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, szent őrangyalok ünnepe van, és a héten ünnepeltük a főangyalok ünnepét is. Főangyalokat azért hívjuk főangyaloknak, azért kaptak ilyen kitüntetett szerepet és nevet, mert saját nevük is van a Szentírásban. Három ilyet ismerünk a Szentírásból. Az egyik neve Mihály, amely név azt jelenti, hogy ki olyan, mint az Isten. A másiké Gábor, ami azt jelenti Isten ereje. A harmadik pedig Rafael, Isten orvossága. Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzuk, történetük azonban a teremtéssel kezdődött. Kegyelembe öltöztek, és az ő hűségük is próbára lett téve. Ők is ugyanúgy szabad akaratot kaptak, mint az emberek, és akik hűségesek voltak, azok jutalmul megkapták az örök boldogságot, akik nem voltak hűségesek, azokat úgy hívjuk, hogy a bukott angyalok, és az ő büntetésük pedig az örök kárhozat lett. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerjük 13. Leó pápa imáját, ami úgy kezdődik, Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. És bátorítanék mindenkit, hogy minél gyakrabban imádkozzuk ezt az imádságot, hogy valóban egyfajta, egy ilyen burkot tudjon képezni a Szent Őrangyalunk körülöttünk, hogy ezáltal is meg tudjon védeni minket minden ártó szellemtől. Az egyháznak nem egy újfajta tanítása ez, már 1000 évvel ezelőtt is kérték az őrangyaloknak a segítségét, mégpedig Szent István királyunk is, aki nem csak magának és királyi házának örök üdvösségére Szent Mihályt szentelte a veszprémi székesegyházat, Szent Mihály védelmének. De a főangyal patronusa a Váci és az erdélyi egyházmegyéknek is. Mihály név jelentése még egyszer, ki olyan, mint az Isten? Ez a kiáltása a jó angyalnak a Lucifer és a lázadó seregével szembeni harcban. Ki olyan, mint az Isten? Ez egy lenyűgöző kiáltás, amely felszólítja az igazi tudást és alázatra hív meg. Miért? Különösen ebben a korban szükségünk van erre a felszólításra, hiszen, hogy az emberek megtudják, hogy nem istenek, hanem teremtmények vagyunk. Isten teremtett bennünket, őtőle függünk, és ő rá, mint legfőbb célra és a jóra vagyunk rendelve. Az egyház szüntelenül azt tanítja nekünk, hogy az angyalok hatással vannak az életünkre. Loyolai Szent Ignác a lelki gyakorlatos könyvének a végén azt írja, a jó lelkek természetükből adódóan bátorságot és erőt, vigasztalást, könnyeket,
megtérést és nyugalmat adnak, azáltal, hogy minden akadályt könnyen túlszárnyalnak, azért, hogy továbbra is a jót tegyék. Mi is éppen ezért kérjük a szent őrangyaloknak a közbenjárását az életünkre, hogy bátorítsanak, adják meg a lelki nyugalmat és a békét. Ezek a megjegyzések választ adnak arra a kérdésünkre, hogy fontos-e még ma is tisztelni az angyalokat. Az angyalok tisztelete fontosabb, mint valaha, mert újra olyan időben élünk, amikor az új pogányság a kereszténység ellen ismét gyűrűzik. Ebben a harcban is szükségünk van Szent Mihály arkangyalra, aki apátságunknak is a védőszentje, és a többi angyalra, hogy bátorságot és erőt öntsenek a szívünkbe. Kérjük Szűz Máriát is, az angyalok királynőjét, hogy küldje számunkra is naponta Isten követeit, az angyalokat. Amen. A mennyei seregeket ünnepelve forduljunk testvéreim minnyájunk közös atyához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek. Küld, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anya Szent Egyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add a hithirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség örömhíre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Rendelt földi zarándoklásunk kísérőjéül Szent Ráfael főangyalt, hogy megnyissa lelkünk szemét a te igazságaidra, és orvosolja sebzett lelkünket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Állíts mindnyájunk mellé őző angyalaidat, hogy meg ne botoljék lábunk a feléd vezető úton. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, hogy az ítélet napján Szent Fia jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenghessük dicsőséget, himnuszát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennek és földnek, Ura Istene, segíts minket, hogy szent angyalaid jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, melyeket szent angyalai tiszteletére hozunk eléd. Add, hogy az ő szüntelen oltalmukkal megszabaduljunk a jelen veszélyektől, és szerencsésen eljussunk az örök életre,
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk, a te nagyságodnak és dicsőségednek hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk, így mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus, a mi Urunk által. Az angyali seregek ő általa mondanak néked áldást, és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk, velük együtt dicsérünk, és hálás szívvel zengjük. Dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg fel nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Norbert és Ágoston atyáinkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat, András püspökünket és Márton apátunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott valamennyi gyermeket. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztusunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolainak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, a kész és uralkodó, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke.
könyörögjünk. Istenünk, aki az örök élet táplálékát nyújtod nekünk e nagy szentségben, vezess minket angyalaid szolgálatával az üdvösség és béke útjára, Krisztus a mi úrunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen.